Ezekkel a kék színű kukákkal már többen is találkozhattak, akik a pécsi köztemetőt látogatták az elmúlt időszakban. Az üzemeltető Biokom NKFT kiemelt figyelmet fordít a környezeti terhelés csökkentésére, ezért szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki a sírkert több pontján is. Már 2021. szeptemberében bevezették ezt a rendszert, így háromféle hulladéktípus lehet elkülönítetten gyűjteni. Az üvegméseseket, illetve mindenféle üveghulladékot, a PET palackokat és az egyéb műanyag hulladékokat. Emellett ugye ketreces hulladékgyűjtőket is kétfelé osztottuk. Az egyikben vegyes hulladékot, a másikban pedig zöld hulladékot gyűjtünk. Ugye a szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy csökkenjen a hulladék lerakóba kerülő és később fel nem használható hulladékok mennyisége. Ez volt a célunk, ugye ezzel is, hogy bevezettük a pécsi köztemetőben. A társaság szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatai kedvezők. A temető látogatók többsége rendeltetésszerűen használja a gyűjtőket, a sírgondozás során keletkező hulladékot a megfelelő edénybe helyezik el. A pozitív fogadtatás miatt a közeljövőben tovább fogják bővíteni a rendszert, és a Rauch János városi sírkert megújítási program keretében a központi temető területén még több kék színű edényt helyeznek el. A hulladék elkülönített gyűjtésével így a pécsiek is aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a város elérje a 2030-ra kitűzött klímacélt, vagyis hogy addigra Pécs még zöldebbé, élhetőbbé váljon.